Szószátyár. Közéleti zenés magazinműsor közel egy órában. Köszöntöm a Szószátyár hallgatóit. Mai vendégem Alpár György, a polgármester. Dráva szerda, hely polgármestere. Szervusz, Gyuri. Szia, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát érdekes módon nem a politikai karrieredről szeretnénk ma beszélgetni, bár te valóban tényleg polgármester vagy. Így van, most már 2006 óta vagyok polgármester, tehát ez már a harmadik ciklusos polgármester vagyok. Lent Dráva szerda, ez Baranyai kistelep, és az Ormánságban, úgy talán jobban tudják, Harkánytól vagyunk 4 kilométerre. Hát én ott a faluba gyütmentnek számítok, ugye úgy hívják az olyan embert, aki nem tőzsgyökeres ormánsági vagy ormánsági településen élő ember, hanem én egy gyakorlatilag impési srác vagyok. Ott is születtem, ott is nőttem fel, és egy ilyen véletlen folytán kerültem Szerdahelybe. Kocsmát béreltem ki, és a kocsmából lettem polgármester. Viszont egy ország megismerte különböző rendhagyó cselekedeteidet nyomán. Igen. Ez hogy indult? Hát gyakorlatilag, amikor átvettem a polgármesterséget, akkor gyakorlatilag semmi nem volt a faluba. Nem volt pénzünk, nem volt semmi. Ez mekkora falu egyébként? Hány 224 lelkes, de folyamatosan apadunk. És hát az első olyan akcióm az volt, amikor van egy jó barátom, és avval szoktam ezeket a dolgokat megbeszélni, és az első olyan akcióm volt, amikor ott kitaláltam, hogyha mindent örökbe lehet fogadni, meg állatokat, mindenkor egy falut miért ne lehetne örökbe fogadni, és akkor ezt én bejelentettem sajtótájékoztató keretén belül, és örökbe adtam a falut. Na hát ez úgy kivert a biztosítékot a médiánál, hogy ki ez a hülye, aki ezt kiad egy egész falut. De mondták, hogy komoly politikus nem csinál ilyet? Hát volt támadás, de volt, tehát jól jött ki az egész, mert azért sokan észrevették az egészet, hogy ez nem arról szól, hogy most eladom a falut, meg ez csak egy jelképes dolog, tehát egy falut nem vihet el senki, meg hogy izé. És nem is akkor jött igazából a nagy hírverés belőle, hanem akkor, amikor megjelent az örökbeadó. Ez egy az örökbefogadó. És befizetett 1 millió forintot a számlánkra, és amikor megjelent a pénz, fölhívtam a médiát, és akkor mondtam, hogy megvan az 1 milliónk. És akkor te kiakadtak ezen, akkor még jobban jöttek, és akkor jöttek a falut, hogy hát csak sikerült, pedig sokan lehülyéztek, hogy ez ebből 1 forint nem lesz, és mégis is lett, és jött ez a Szigeti Ferenc nevezetű úriember, aki örökbefogadta a településünket, lejött a faluba, és akkor ennek rendje módja szerint csináltunk neki egy ilyen kis bulit, egy ilyen kórus énekelt neki egyet, egy jelképes falukulcsot adtunk neki, jelképesen szerdai lakossá avattuk, egy oklevélben megköszöntük, és azóta se láttuk. De aztán jött a következő ötlet. Hát igen, a következő ötlet az volt, hogy mivel én volt egy ilyen kis csapatunk hárman, és így a saját magunk szórakoztatására zenélgettünk, és én voltam benne az énekes, mert még a kocsmából maradt ez meg, és ugye mindenki mondta, hogy jó éneklek meg, mit tudom én, és akkor... Ez az a fajta éneklés, amit az ember párfeles után szokott elvégezni, lehet. Vagy? Ez csak úgy lehet. Tehát nem képzett énekes vagy? Nem, én autodidakta módon álltam neki, meg az a fürdőszobás, tudod, a fürdőszobában Pavarottinak képzeled magad. És én szerettem, gyerekkorom óta szerettem énekelni, nagyon sokat voltam olyan helyen, meg faluba jártam unokatesomékhoz, ahol én hallgattam a cigány embereket, amikor le a kocsmába hallgattam, leültünk gyerekek, és hallgattuk ezeket a magyar nótákat, meg a cigány nótákat, meg mindent. Tehát megfogott az a világ. Meg nagyapám is zenész volt gyakorlatilag, és engem érdekelt, van is hallásom hozzá, és hát ahogy elkezdtük, hogy én nem akartam énekelni, de úgy volt az egész, hogy megvolt a zenekar, és mondta, hogy nem akarsz énekelni? Nem tudok, nem, vagy gyere, azért próbáljuk meg. És akkor mindjárt az első dal után azt mondták, hogy a szöveget ismertem, és mondták, hogy jó ez. És akkor így alakult ez az egész, és akkor már egy-két bálba már elmentem, mint zenész, énekes. Így, és akkor volt egy srác, akinek volt egy stúdió, és az mondta nekem először, hogy miért nem csinálunk egy lemezt? Polgármester még úgyse csinált, és akkor jó, de hát mondom, én most nem akarok kizéni, akkor csináljunk belőle jótékonysági dolgot, és akkor jó, akkor csináljunk egy polgármester lemezt, vagy egy mulatós lemezt, vagy a járdára, hogy ami bevétel lesz, akkor ebből csinálunk jár, ebből fogunk építeni járdát, és akkor megcsináltuk ezt a lemezt, de hát ez egy olyan lemez volt, hogy tehát ilyen 0 forintos költségvetésből készült gyakorlatilag, mert nem egy nagy összegből készült, tehát ilyen adományokból, meg mindenből.
De gondolom ennek ellenére nagy siker lett. A falba hát, biztos. Hát már rosszul voltam saját hangomtól, mert tényleg úgy, akik hallgatták, meg megadtam, meg ez egyfolytában az szólt a szomszéd falukban, meg mind a sok helyen szólt, csak ugye akkor nem volt kiadó, nem volt semmi, nem, tehát megállt ez. Tehát én polgármesternek éreztem magam továbbra is, tehát nem gondoltam azt, hogy nem mentem ennek utána. Pedig ugye egy nagyon jó barátom azt mondta, aki nem szereti a mulató zenét, hogy így mondta nekem szó szerint, egy Gyurka, ez semmivel nem rosszabb, mint a többi. Tehát aki úgymond mulatós celeb, azt mondta, hogy semmivel nem rosszabb, mint a többi, de hát azt hiszem már te is hallottad. Így van. Így van. Veled kapcsolatban nekem, ugye mi nem olyan régen találkoztunk először személyesen, egy közös ismerősünk, barátunk, Polgár Péter, Polgár Peti révén, és engem először Peti fölhívott, hogy van neki egy barátja, akit polgármester, és biztos hallottál róla, és tényleg ezt hallottam is, ezt az örökbefogadás sztori, de nem voltál meg arcra. És hát én azért szeretem tudni, ha valakivel találkozok, hogy néz ki, nyilván ma már a Facebook korában ez nem egy nagy probléma. Megnéztünk, és az első kép, amit rólad láttam, az egy ilyen öltönyös, komoly tekintet, minden. És gondolkoztam is, hogy ez a srác, ez mulatos maga. A nagyon komoly volt, hát olyan igazi polgármesteres, és akkor hát találkoztunk személyesen, fönn jöttetek ugye a Péterrel, és akkor láttam, hogy tetovált alkarok, mindegy ilyen igazi vadrocker a külső. Valójában melyik ember vagy te? A szigorú polgármester, vagy pedig ez a laza srác? Na, én nem vagyok szigorú polgármester. Tehát lehet, hogy pont olyan képet néztél, akkor nem görgetted tovább a Facebook profilomat, mert akkor pont olyan képet néztél, mert van olyan. Tehát egy polgármesternek mindig kell komolynak is. Tehát azért én mindig vidáman élem az életemet, én mindig poénos vagyok, én nem foglalkozok abban, hogy polgármester vagyok, soha nem szólít senki engem polgármester. Tehát úgy mennek hozzád a Gyurikám? Nem, Gyurka. 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 És én nem szeretem ezt a. Tehát nekem ez a feladatom. Én nem élek vele soha vissza, soha nem éltem vele vissza, hogy én most vagyok a falu első embere. Egy bizonyos részből jó, mert hogyha tudod, betelefonálsz bárhova, és akarsz egy ügyet intézni, tehát olyan ajtók megnyílnak, mint egy civil ember előtt nem, mert ugye ha mégis csak betelefon, szerdai polgármester vagyok, akkor kapcsolom. Tehát, hogyha betelefonálok, Alpár Gyurka vagyok, nem tudom adni, ha visszatelefonálok, Alpár György vagyok, szerdai polgármester, akkor kapcsolom. Tehát ennyiben használom ki a polgármestert, de nem szólítatom magam polgármesternek, senki nem szólít engem polgármester úrnak, nekem ez idegen is, ez a polgármester uradás. Ha valaki esetleg úgy szól, megszólom, hogy ne szóljon, így, ne szólítson, így nem, én nem vagyok ilyen megalomán, engem nem érdekel ez a dolog, nekem ez a feladatom, én erre esküdtem föl, hogy a falut rendbe teszem, amennyire tudom. Viszont mivel polgármester vagyok, és el kell mennem tárgyalásra, el kell mennem, akkor én ugyanúgy öltön nyakkendőt húzok, meg tudok szólalni, tudok beszélgetni, komoly dolgokról tudok beszélni, akár jogszabályokról tudok, már van elég tapasztalatom ez ügyben, főleg önkormányzati ügyben. Viszont a civil életem, meg én a jókedvű Gyurka, igen, össze-vissza vagyok tetoválva, most már lassan van rajtam egy négyzetméter, de ez nem most kezdődött, tehát engem így választottak meg. De régen még dupla fülbevalom volt, most már nem. Már csak szimpla, vagy az sem. Nem, most már az sincs, mert sokat kellett, hogyha öltönyt húztam, akkor tudod, ki kellett vennem a fülbevalót, tudod, mert az meg gagyi. Tehát fülbevalóval, öltöny, tehát nem olyan komoly az ember, és aztán már meguntam, hogy állandóan kiveszem, visszarakom, meg mindeztán így maradtam. És a többi falu polgármester nyilván kapcsolatban, vagy legalább is a környékeden biztos, hogy velük, ők valószínűleg azért egy kicsit szögletesebb politikusok, hogy így mondjam. Ők el tudták fogadni ezt a helyzetet, hogy jössz el az arc? Hát nézd, nincs más választásuk. Most ugye a szerdahelyi önkormányzat ugye életében 2012 óta megváltozott az életünk, hogy az iparűzési adó miatt, tehát mi a költségvetésünknek, az eredeti költségvetésünk ötszörösét kapjuk iparűzési adóba. Tehát elmondhatom azt, hogy nekem nem kell jóba lennem polgármesterekkel, bár mindenkivel jóba vagyok. Én bármelyikhez oda. Én úgy mondom, hogy ott a kollégáim között egy közkedvelt polgármester vagyok, mert laza, mindenki, még akivel nem vagyok jobban, azon is próbálok segíteni, ha bármilyen gondja van. Tehát de gondolom, a faluban is közkedvelt vagy. Hát most ezt hogy mondjam neked? Igen, biztos, hogy közkedvelt vagyok, mert minden évben, tehát most már harmadszorra választottak meg. És nem kellett halára kampányolnod magad? Hát nem, volt egy ilyen olyan időszak, hogy mostan az utolsó kampányban nagyon betámadtak, meg magánélettel, meg mindent össze, meg sikkasztok, lopok, csalok, hazudok, tudod, ez a... Hát megmutatta a falu, hogy ez nem érdekel senkit, tehát ezek a gyűlölet dolgok nem érdekel senkit. Jöjjön oda, mondja el, hogy ő mi az, amit máshogy csinálna, és készen. Én is ezt csináltam annak idején. Én nem foglalkoztam abban, hogy az aktuális polgár mit csinál, meg mit lopott, meg ilyen hülyeségek. Ha nem tudom bizonyítani, akkor nem beszélek ilyesmit.
ez így van. Most meg kicsit meghallgatjuk, hogy mi az, amit te másképp csinálsz, úgyhogy hangozzon el két dal Alpár Györgytől, a polgármestertől. Sohasem, én mindent felejtenék. Csak ne hívna úgy a szerelem, nem mennék sosem feléd. Csak ne látni többé hívóját, csak ne lenne virágos rét. Tehát tavasz ne jönne sohasem, én meg nem bocsájtanék. A csónakon pihent a Dunán, ringatta a tavaszi szél. A zene szólt valahol Budán, emlékszem, ahogy szerettél. Csillagos ég volt, ragyogott fent, de csoda szép volt a szerelem. Akkor még boldog voltam nagyon, de úton ért a végzetem. Csak tavasz ne jönne sohasem, én mindent felejtenék. Csak ne hívna úgy a szerelem, ne mennék sosem feléd. Csak ne látni többé hibolyát, csak ne lenne virágos rét. Ha tavasz ne jönne sohasem, én meg nem bocsájtanék. Neked csak játék volt a szíven, hazug volt ajkadon a csók. Bánatomat magammal viszem, a szíven nem gyógyítható. A régi nyárnak már nyoma sincs, én egyre várlak, hogy szólj vagy nincs. Nem itt tudod, de nekem mit fáj, mert hiszen neked szíved sincs. Csak tavasz ne jönne sohasem, én mindent felejtenék. Csak ne hívna úgy a szerelem, ne mennék sosem feléd. Csak ne látni többé hibolyát, csak ne lenne virágos rét. Csak tavasz ne jönne sohasem, én meg nem bocsájtanék. Csak ne látni többé hibolyát, csak ne lenne virágos rét. Csak tavasz ne jönne sohasem, én meg nem bocsájtanék. Csak ne látni többé hibolyát, csak ne lenne virágos rét. Tavasz ne jönne sohasem, én meg nem bocsájtanék. Sosem. Átkarolt már ezernyi szállal, fontak köré sugarát. Hamis mámort és rossz tényt nyújtott hozzá.
sír a szó, álmok új való, szándékom égett és elveszni késztet. Fájdalomban ég, az erdő és az ég, várom már újra az élet szép zöldjét. Bíbor álmok már nem zavarnak, elszállt már a sötét ég. Ablak nyílik rajta át, zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök továbbra is a Szószátyárt hallják, mai vendégem Alpár György, a polgármester, aki énekel, falukat ad örökbe, és egyéb érdekes és furcsa dolgokat csinál, jó magam Szűcs Balázs vagyok. Gyuri, milyen érzés, Gyurka, bocsánat, mert előbb már mondtad, milyen érzés saját magadat hallani a rádióba, tehát a saját dalaidat, hiszen ezt gondolom párja nem gondoltad volna, hogy egyszer még így ez a vonal elindul. Hát abszolút nem, annak idején, amikor a TV2-nek az aktívja forgatta, akkor ugyanígy megkérdezte a riportársát, és mondom, hogy valaki ezt mondta volna, hogy kirögtem volna, hogy én majd polgármesterként, eleve az, hogy polgármester vagyok. Aztán még polgármesterként stúdióba izzadok a 42 fokba, és ott énekelek föl dalokat, ez biztos, hogy kirögtem volna, aki nekem ezt mondja. 20 évvel ezelőtt hogy tervezted az életedet? Hát én 20 évvel ezelőtt? Hát akkor még nagyon fiatal voltam, hát akkor 16 voltam. Tehát hát akkor még az úgy... ember hogy gondolkozik? Hát hogy én állattenyésztőnek tanultam, az az eredeti szakmám. Aztán úgy hozta az élet, hogy ugye befejeztem a sulit, állatkertbe dolgoztam, mint gondozó. Aztán bevonultam sorkatonaság, annak idején még volt sorkatonaság, és sorkatonaságban meg főszereltem határőrnek. Járőr voltam 5 évig. És akkor a járőrség után lettem kocsmáros 3 évig, és a 3 év után azóta meg polgármester. Gyakorlatilag nekem a iskola befejezése után... Többször váltottál. Hát olyan sokat nem mondtam annak idején, hogy az állatkertből nem fölmondtam, hanem átszereltem a határőrséghez. Tehát... Ez, ha jól érzem, egy minősítés volt. Hát igen, tehát az a határőrség nem baj, hogy megszűnt. Tehát az nem baj, hogy megszűnt, mert az egy nagyon... Jó tett neki az elmúlás. Igen, nagyon katonai alakias volt, és ez már a mai világban ez már nem megfelelő, tehát ez nem hatékony. És onnan kocsmáros lettél, igen. Már a jelenlegi faludban. Nyilván egy kocsmárost általában szeretnek az emberek, hiszen azért járnak oda. De honnan jött az első löket, hogy te megmérettesd magad így? Hát igazából, aki kocsmába jár, az nem biztos, hogy szeret is. Tehát a kocsmába járók, akik hozzámertek a kocsmába, a fele nem szavazott rám. Mert mindig azt mondom, hogy Gyurka, mit akarsz? Tehát a kocsmát sem tudod csinálni rendesen, nem mit akarsz egy faluba. De különben igazából úgy indult az egész, hogy ugye, mivel én egy gyütment voltam, meg ott, és láttam, hogy a faluba semmi nem tört. Tehát van egy falu, amiben nincs élet. De Pécsről egyébként miért pont ezt a falut választottad? Mert még járőr voltam, amikor igazoltattam a ipacsfai polgármestert, aki volt a kocsma Szerdahelybe. És ő mondta, hogy eladja, átadja a bérleti jogot, és akkor én megmondom, hát én nem, már úgyis akarok határőr lenni, meg mit tudom én, a szerződésem is lejárt, meg mit tudom én, és hát mondom, kipróbálom én ezt magam a falusi kocsmát. Már ismertem azért Szerdahelyet, tehát az illetékességi területünkön volt, én jártam ott többször, és tudtam, hogy menni kell annak valamennyire, hát akkor még ment is. És belevágta. És belevágtam, és gyakorlatilag a kocsmába volt az, amikor így mint elégedetlen kocsmáros, így mondtam, miért nincs ez, miért nincs az. De hát én csak azért elégedetlenkedtem, mert még nincsenek semmilyen rendezvény, semmi az ég adta világon, pedig olyan jó lenne, akkor kipakolnék, tudod, több lenne nekem. És akkor azt mondták nekem, tudod, hogy hát ne a szádat járt, az induljál polgár, most mutasd meg. És így indultam el is. Tehát ha valaki azt mondta volna nekem még 2005-ben, mert 2006. október 1-én lettem polgármester, hogy én le fogok ülni, és tartok egy ilyen kortes beszédet ott a falunak, 35-40 ember oda, és elmond, hát az is kiröhögtem volna. És konkrét elképzeléseid voltak már, amikor leültél? Hát persze, tehát tele voltam ambícióval. Tehát olyan, most az igazság nem, tehát nem volt léc adva Szerdahelybe, amit nagyon le kellett volna vernem. Uh-huh. Most már azért, ha
vannak olyan emberek, akik ha meghallgatják ezt a műsort, és tudják szerdán, hogy honnan indultunk, és hol tartunk most. Most azért már igen komoly lécet, tehát a színvonalat... Én nem értek a politikához, nem értek a faluk működtetéséhez, de én valahogy úgy tudom elképzelni, ez is olyan, mint egy vállalkozás, tehát folyamatosan bevételeket kell kreálnod, folyamatosan költségeid vannak, és emellett folyamatosan fejlesztened kell, ha jól érzem, ugye? Tehát igen. Azért ez egy nagy agymunka, hogy ez így működjön. Igen, és ez mindez úgy, hogy törvényes kereteken belül. Hát tehát nem úgy csinálhatod, mint egy KFT-t, hogy egy kicsit ezt megkerülöd, kicsit azt megkerülöd, mert itt a lihaganyagatban a számvevőszék, az államkincstár, tehát itt nagyon pontos elszámolások vannak, plusz az emberek. Tehát akik ott vannak emberek, akik ott élik a mindennapjuk, őket nem bánthatod meg, nem tehetsz olyat, amit... Tehát nem egy KFT-hez, hogy na jó, nekem nem tetszik, ki vagy rúgva, azt mehetsz innen, mert te csak hátráltatsz, mert egy KFT-nél ezt megcsinálhatod, de egy település az teljesen más. Tehát itt is vállalkozni kell, meg egy polgármesternek innovatívnak kell lenni nagyon. Tehát az a polgármester, aki leül és várja az állami normatívát, az látszik is, hogy nem megy a falu semmerre. Lehet, hogy jönnek a napok, fizetik a közvilágítást, de igazából nem fejlődik. Mekkora testülettel dolgozol? Hát most öten vagyunk össze-vissza. Öten. Az országos nagy politika az begyűrűzik egyébként ilyen kisebb településre? Hát az igazság, hogy a polgármesterek a nagy politikának a végpontjai. Tehát még jó, hogy a parlamentben politikusok a színektől függetlenül beszélnek nagy dolgokat, de mi találkozunk az emberekkel, és mi vagyunk a politika végpontjai, mi beszélünk, mi vagyunk test közelbe az emberekkel. De az a fajta, most én arra gondolok, hogy az a fajta bal és jobb oldal közötti ellentét, ami jellemző az országos politikára, az azért gondolom a faluban nincs meg, ahol a nap együtt dolgoznak ezek a képviselők. Nem, tehát most úgy mondom, hogy akkor van egy fideszes, meg van egy MSZP-s, de akkor ugyanúgy szomszédok, meg barátok, és vitatkoznak a politikai helyzetről, és valaki igazat ad a másiknak, valaki nem, de ez inkább már nagyvárosban van ez a nagy, hogy én nagy izé vagyok, MSZP-s, vagy DK-s, én meg nagy fideszes, meg jobbikos, vagy tök mindegy. Tehát kisfaluban ez nem, mert rokonok, nagyon sok rokon van, unokatestvér, kereszt, ángyi, tánti, meg mit tudom én ott mindenki, tehát ez annyira itt kisfaluban nem jellemző. Polgármesterként sikeres vagy, ezt most már jól látjuk, hiszen lassan a 10 éves évfordulót ünnepelheted falusi polgármesterként. Akarsz-e innen tovább lépni? Tehát egy magasabb közigazgatási szintre, vagy nem tudom, hát, minek mondjuk ezt? Tehát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy azt mondják, hogy te Gyurka, gyere, és ezt a tudásodat egy kicsit nagyobb politikai szinten tedd meg, észrevételedet. De hát látom már, most már több szint alatt voltam én polgármester, és látom azt, hogy nem kíváncsiak a kistelp és polgármesterén. Tehát ha nekem nincs meg egy olyan vonalam, akkor én nem leszek soha semmi. Tehát az kevés, hogy te sikeresen viszed a falut. Az senkit nem érdekel. Az senkit nem érdekel. Most én nem akarom magam, és tudnék most sok olyan polgármestert mondani, akinek egy ujjában több van, mint egy pár országgyűlési képviselőnek. És tudnék nagyon sok olyan polgármesteret mondani, aki tehát ezt nem is akarom inkább ragozni, de tehát az a lényeg, hogy nem kíváncsiak ránk igazából. Tehát ez mindig is így volt, tehát tök mindegy, hogy ki volt kormányon, az aktuális kormány eldönti, hogy nekünk mi a jó, akár önkormányzati témában, és soha az életben meg nem kérdezték az adott kistelepés polgármesterét, hogy összehívtak volna tízet, hogy te figyelj, van egy ilyen törvény, mi a véleményetek hozzá. Figyelj, megmondjuk mi, hogy mi a véleményünk, hogy nektek, hogy a kecske is jól lakjon, káposzta is, meg a mindenki. Nem, ránk kerültetik, ez mindig is így volt, és szerintem így is fog lenni a jövőben is. Neked pedig be kell tartani. Nekünk meg be kell tartani. Polgármesterség anyagilag jó buli? Fú, nagyon. Fú, te. Hát ez nagyon-nagyon. Tehát jelenleg, hogyha most 140, tehát semmi titkos, ugye én 149 bruttót kapok, tehát az 94.500 forintot kapok nettóba, mint polgármester, és ehhez jár nekem 13.500 forint költségtérítés. Tehát, hogy én kétszer bemegyek Pécsre, a költségtérítés az ugye az üzemanyag. Kétszer bemegyek Pécsre, akkor már körülbelül be is fejeztük tehát mondottuk, hogy nekem hivatalosan meg kéne állnom, és nem kéne többet egy métert sem lépnem a falu ügyébe, mert hát a költségtérítésem az elfogyott. És a 93.000 nettót, most ugye nettóról beszélünk, az mindenki tudja, hogy ez mennyi bér. Tehát azért tehát van olyan kollégám a hivatalban, nekem egy ilyen segítségem, 8 órában dolgozik, hivatal segéd a beosztása, 8 órában dolgozik. Nem az ő bére kevés, az ő bére sok, hanem az enyém kevés, de azért az vicc, hogy 8 órában dolgozik nálam, a beosztottam, és 2000 forintra kapok többet, mint ő. És én a költségvetés, hát ez sajnos így van. Vélhetően van egy civil megélhetésed is emellett, gondolom. Nincs.
Nincs, mert az az igazság, hogyha... Nincs rá idő már ilyenkor? Tehát a polgármesterség az olyan, hogy sok mindenre van időd, viszont sok mindenre nincs. Tehát én 8-tól 4-ig nem tudnék elmenni sehova dolgozni, mert körülbelül 3 napig dolgoznék, és azt mondanák, hogy akkor barátom, döntsd el, hogy polgármesteres itt játszol, vagy ide jössz dolgozni, mert sokszor el kell mennem aláírni, ezt elintézni, azt elintézni. Viszont vállalkozás az volna jó, csak mivel nekem semmi pénzem nincsen, tehát nekem nincs fölhalmozott tőkém, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem politikus vagyok, hanem polgármester, ha politikus lennék, akkor jó kocsival járnék, meg szép házam lenne, de én polgármester vagyok, tehát nekem nincs pénzem, nincs felhalmozott tőkém, hogy én mondjuk egy vállalkozást csináljak. Bárha lenne, bár mindig az az álmom, hogy ha én egy vállalkozást csinálnék ugyanilyen észjárással, akkor nekem biztos, hogy az menne, csak sajnos tőkém nincs hozzá. Hát, hogy faluterén itt az, akkor hol sem lenne baj valószínűleg. Hát nincs, nem. Viszont ha már vállalkozásnál tartunk, nem is vállalkozásba, de az énektudásod felhasználásával egy új dologra készülsz, önálló produkció, saját lemez, és hát azért számítasz, vagy számítunk arra, hogy ebből akár egy országjárás is lehet, fellépések lehetnek, hiszen most az zenei karriert komolyabban el akarod indítani. Igen, már most itt sokat gondolom, meg mindig kaptam ezeket a pozitív visszajelzéseket, akik mondja, hogy ez jó volt, jól csináltam, és az az igazság, hogy ez most nekem ez egy jó másodállás lenne. Hétvégén van, ha van fellépés, akkor ha lenne, ugye akkor hétvégén van, el tudok, ehhez értek. Most eleinte még csak úgy, hogy megiszok egy 4-5 sört előttem, mert ez is egy külön szakma, mint látom. Most lesz augusztus 2-án lesz az első gázsis fellépésem, most Hegyközcsatárba, Romániába, oda már mind fellépőt hívtak, tehát ez már... Valami elkezdődött, és még nincs kész a lemez. Ja, csak és alakul. Még nincs kész a lemez, hát. Alakul. Hány saját számod van most? Hát saját számom 2 van, gyakorlatilag. Saját számom 2 van. Már úgy saját számot értem, igen, az első... amit nem feldolgozást ének? Nem, igen, az első az a Járdadal című dal, amit még a CD-ről, másik pedig a Nagyomba van, amit a Polgár Peti írt nekem. Ami elég jól. Jó sikerült, igen, tehát igen. Na, mivel ez elég jól sikerült, és Polgár Petit többször is említettük, most meghallgatunk egy dalt tőle, és egy dalt tőled. Egy sör, két sör, meg még egy, nyakadba folyik, ha mellé megy. Egy sör, két sör, meg még kettő, dolgozik a maláta, az élesztő. Egy sör, két sör, meg még három, hogy lett az egyből két párom. Egy sör, két sör, meg még négy, gyakrabban öntözöm a kert végét. Söröcske, boroska, ömlik a torokra, üres a korsó, a szangyalát. Bálik a kesevű, szórjon a hegedű, ház mulatjuk az éjszakán. Söröcske, boroska, ömlik a torokra, üres a korsó, a szangyalát. Bálik a kesevű, szórjon a hegedű, ház mulatjuk az éjszakán. Az ajtó félfa belém köt. Egy bor, két bor, meg még hat, ne tűnj el az asztal alatt. Egy bor, két bor, meg még hét, a párom a sorssal megbékél. Egy bor, két bor, meg még nyolc, nyitva a sticcem, jó, hogy szól. Söröcske, boroska, ömlik a torokra, üres a korsó, az angyalát. Bálik a kesevű, szóljon a hegedű, átmulatjuk az éjszakát. Söröcske, boroska, ömlik a torokra, üres a korsó, az angyalát. Bálik a kesevű, szóljon a hegedű, átmulatjuk az éjszakát. Meg még 9, ha nincs pénzem, majd te fizetsz. Egy sör, két sör, meg...
még abba ne bízz! Sörösske, boroska, emlik a torokra, üres a korsó, az angyalát. Pálik a kesevi, szóljon a hegedű, átmulatjuk az éjszakát. Sörösske, boroska, emlik a torokra, üres a korsó, az angyalát. Pálik a kesevi, szóljon a hegedű, átmulatjuk az éjszakát. Visszatértünk ide a stúdióba, Alpárt Györgyöt hallottuk énekelni, aki mai vendégünk is egyben, és hát, ahogy az előző részben említetted, Polgár Petivel készítettétek ezt a dalt. Peti, hogy keveredett ilyen közel hozzád? Hát a Petinek ugye az a története, hogy hozott a jelenlegi kormány egy olyan önkormányzati törvényt, hogy lehet külsős alpolgármestereket bevonni a képviselő testületbe, akik szavazási jog nélkül, tehát tanácskozási joggal vesznek részt egy testületi ülésen, és ezek nem kell, hogy helyi legyen, bárkit választhat.
Most én ezt mindjárt megláttam benne a lehetőséget, és akkor mondtam, hogy ha már ilyen van. És ugye a törvény azt sem mondta ki, hogy hányat, tehát ezret is oda rakhatnék. Ezt már nem akartam, mert ez már nagyon kivágtam volna a biztosítékot. De akkor mondom, akkor egy próbáljunk egyszer, és több celebbel én fölvettem a kapcsolatot, volt, akik vállalták is, de aztán kiderült, hogy szerintük ez politikai, bár nagyon jó ötletnek tartották, de hogy politikai és a menedzser nem engedi, volt, aki gázsit kért érte, de hát én mondom, és azért fizessek én neked, hogy te szerepelj. És akkor gyakorlatilag így, most nem azt mondom, hogy a Peti maradt, hanem a Petivel megismerkedtem, és én akkor földobtam neki, hogy te neked nem volna kedved, és akkor gyakorlatilag ez így, azt is a sajtó leközölte, hogy egy celebet választottunk külsős alpolgármesternek, és ez nagyon jó kamatozik, mert Peti járja az országot különböző felé, és ő mint külsős alpolgármester, neki ez a titulus megjár, ugye tiszteletdíjat nem kap, és akkor én is az révén sok polgármestert megismertem az országban, meg ő is, neki is sok ajtó nyílik, mivel külsős alpolgármester. Tehát ha nálad elindul az országjárás, akkor te is a falu hírnevét fogod öregbíteni a sajátodén kívül. Természetesen. Ez nem egy titkolt célom vele, mert ugye így a települést is tudom egy kicsit népszerűsíteni. Bár ugye a népszerűsítésnek is van egy olyan dolga, hogy most népszerűsítek dolgokat, de nincs nekünk termékünk. Tehát most mondok egy példát, lenne egy pálinka főzünk, kitalálok rá valami, amire a média odakap, és akkor, ja de hát itt árulunk pálinkát. Na most ez nekünk nincs. És most már ugye megváltozott az életünk, mert mi a gazdag településnek számítunk, és mindig az volt, hogy nincs pénzünk, tudod, és akkor ebből indultunk ki, hogy nincs pénzünk, és akkor ezért csináljuk ezt, de most már ez okafogyottá vált, tehát. Tehát a népszerűség ettől független kell. Hát így van, így van. A pálinka nem is, de most forgott nálatok egy televízióra tervezett filmsorozatnak a pilot filmje, amiben egyébként te is szerepelsz. Így van. Én azt gondolom, hogy ha ez a dolog el tud indulni, és itt rendszeressé válnak a forgatások, azért ez egy hihetetlen PR érték lehet, hogy a falu utcái, a falu polgármestere megjelennek hétről hétre a tévében, nem? Hát igen. Mi örültünk neki, hogy a Petiek és az a stáb a Szerda helyet választotta ez ügyben, és minden támogatást megadtunk, bár olyan sok minden nem kellett nekik, de bízunk benne, hogy ez sikerül. Itt fölmerül bennem a kérdés, hogy akkor nem csak énekesi ambícióid vannak, hanem esetleg filmszínész. Ja, hát biztosan megkeresnének, akkor biztos bevállni, sok mindent bevállalnék, mert miért nem kipróbálni, én fiatal ember vagyok, még 36 éves vagyok, tehát én sok mindent kipróbálnék, és érzem is, hogy tudnék sok mindent csinálni, meg lenne helyem akár médiában itt-ott, de... Te szeretsz egyébként szerepelni? Tehát picit exhibicionista vagy? Igen, igen. Szeretek a középpontban lenni, hamar föltalálom magam, hamar... De gondolom fontos számodra a siker, a taps is, tehát a visszajelzés. Nagyon jó, tehát nagyon jó. Tehát az igazság, hogy megmondom őszintén, hogy például vasárnap ez a fellépésem Hegykös csatárban, ez úgy fog történni, hogy gyakorlatilag ha ingyen kell, megiszok öt sört, ingyen is fölmegyek. Hát, amíg fizetnek érte, tehát... Így jó, de én nem is kértem, tehát nekem egy jó barátom a Vitályos Barna, Hegykös csatár polgármestere, ő az első olyan polgármester, aki román állampolgár, román-magyar állampolgár, és megkapta az aranypecsétgyűrűt a Magyar Polgármesterek Szövetségétől a munkásságáért, tehát ő egy nem akármilyen ember, és ő személyes jó barátom, olyan jó kapcsolatot, és ugye ő hívott el fellépni, de hát most ő ragaszkodott hozzá, hogy akar fizetni, hát jó. Ugye én azt gondolom, hogy azért a teljesítményt nem árt honorálni, ha van rá lehetőség. Nyilván nekik akkor volt, és neked pedig tényleg egy nagyon fontos pont az nagyon, első. Nagyon nagy kihívás, mert ez a csatári napokon állítólag ott a 8-10 ezer ember van, tehát ez nekem is egy teljesen új lesz, hogy nem egy falunap meg 50 ember lézenk, hanem egy ekkora közönség előtt. Családi életedet viszonylag titkon kezelted. Ennek van oka, ezt így is akarod megtartani, vagy mint előbb-utóbb médiasztár nyilvánosságra fog ez is. Igazából olyan semmi, olyan átlagos családi. Elváltam. Van egy gyermeked? Van egy gyerek, igen, van egy. Mekkora? Hát nem kicsi. Tehát most 12 éves fiú, 12 éves és 199 centi magas és 135 kiló. Tehát hogy most ha utána néznék, akkor Magyarországon szerintem ő a legnagyobb ekkora gyerek, és még ugye ez bőven növésben van. Nem tudjuk, hogy mitől lett ekkora. Jó géneket örökölt. Szép szellegény. Jó géneket örökölt. És ő követ valamelyik pályadon? Nem. Politikai? Nem. Zenein? Csak a számítógép. Csak a számítógép. Mint minden mai. Mint minden éves. Mai. Ez a legnagyobb ellensége a mai gyerekeknek. Én nagyon nagy ellensége vagyok a számítógépnek így gyereknél.
Egyébként teljesen egyetértek. Én nem azt mondom, kell, az informatika nagyon szükséges, hogy értsenek hozzá, de hogy behúznák a szülők, hogy azt mondják, hogy 2 órát, és kész. Tehát az én fiam itt van július, augusztus, tehát augusztus eleje, és még mindig olyan fehér, mint egy lamantin, egy beluga. Tehát én ennyi idős koromban én fekete voltam. Ez ki sem megy. Tehát... Hát, figyelj, ezt a problémát én is látom, hogy azért a gyerekek a szomszéd sarkol, akik a barátja vagy barátnője, de ő inkább a Facebookon írogat neki. Így van, így van. Bringázna, vagy és nálunk meg falun csetelnek egymással meg, de hát vicc. Igazából én azt mondom, hogy a zenei karriered elején vagy, tehát erről még nem tudok veled sokat beszélgetni. A kész számaidat hallottam, én szerintem azért el fogsz jutni egy elég jó szintre, főleg ha ilyen barátaid vannak, mint Polgár Péter, aki... Akkor minek nekem ellenség, ha ilyen barát... neked, ezt te mondtad, nem én. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt a vendégünk voltál, és hát reméljük nem sokára elkészül a lemez, és hát visszavárunk majd ide. Jó, én köszönöm a lehetőséget. Úgyhogy köszönjük szépen a viszonthallásra. Én köszönöm, viszonthallásra. Piros a csók, édes az élet a babámmal. Szeretni kell, mert szeretni jó. Jobb, mint ha vernek a lapáttal. Aludni ma engem nem hagyna, még az éjjel ölelem a derekat. Iszom a feleségem urára, a rahamujjára, aki a kocsmába jár. Ma éjjel nem maradok sokáig, notázok a váig. Mondom jó éjszakát, iszom a feleségem urára, a rahamujjára, aki a kocsmába jár. Ma éjjel nem maradok sokáig, lótázok a váig, azt mondom jó éjszakát. Mégis visszajönnél,
hosszú éjszakán. A szivárvány minden színé, a szemeit becsókolnám. A szivárvány minden színé, a szemeit becsókolnám. Nélküled az élet gyökrelem, nem viselem el, csak részegen. Nem segít a bor a szívem dobbanása sem. Nélküled az élet gyökrelem, nélküled az élet gyökrelem. Nem viselem el, csak részegen. Nem segít a bor a szívem dobbanása sem. Nélküled az élet gyökrelem. Fehér téli estén, fáradt hópehely, álmodozni te rád várni, hiába hisz nem jössz el. Álmodozni rád várni, hiába hisz nem jössz el. De újra hívni foglak hosszú éveken. Még egyszer akarlak látni, mielőtt megöregszem. Még egyszer akarlak látni, mielőtt megöregszem. Nélküled az élet gyökrelem, nem viselem el, csak részegen. Nem segít a bor a szívem dobbanása sem. Nélküled az élet gyökrelem, nélküled az élet gyökrelem. Nem viselem el, csak részegen. Nem segít a bor a szívem dobbanása sem. Nélküled az élet gyötrelem. Önök a Szószátyár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza. Reklám következik. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Az autózás múltja érdekes, izgalmas rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Innenonnan.hu Közéleti portál, ahol a vélemény szabad. Innenonnan.hu Ahol a vélemény szabad. Küldd el a recepted, és keresd te is bruttó 5000 forintot. A legnépszerűbb gasztronómiai magazin, mely olvasói recepteket tartalmaz. Csak 99 forint. Megjelenik minden hónap végén. Reklámot hallottak.